Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Ugye a hivatalban dolgozó embereket, a hivatalnokokat úgy képzeljük el, hogy egész nap, hogyha férfiakról van szó, akkor öltönyben, hölgyekről van szó, akkor kis kosztümben vannak, sőt, még munka után is. Nagyon-nagyon szigorú emberek, nagyon-nagyon decens emberek, semmi humoruk nincsen. Tehát ilyen nagyon szigorú, tényleg, ahogy szoktuk mondani, karótnyelt embereknek képzeljük el őket. Ez egyébként a valóságban nem így van. A mai napon vendégem a stúdióban itt a fehérvári beszélgetésekben Dancs Norbert, a székesfehérvári járási hivatal vezetője. Szia, köszöntelek téged. Szervusz, tisztelettel köszöntöm a fehérvári beszélgetések minden kedves nézőjét, és külön benneteket. Tegeződni fogunk, ugye régóta ismerjük egymást, a magázódás az nagyon-nagyon, azt gondolom, hogy idegen lenne, és nagyon kényelmetlenül éreznék magunkat ezekben a fehérvári beszélgetésekben, ebben a műsorban, és talán nem is lenne hiteles a műsor, hogyha itt magázódnánk, úgyhogy ezért ezt fontosnak tartom elmondani, hogy tegeződünk a ez így napon. Van. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy 2-3 perc múlva már el is tévesztenénk. Biztos vagyok benne. Igen, vagy sokat kéne a vágóknak vágni, igen, ugye a bakikat, úgyhogy kíméljük meg a kollégákat ettől. Először szakmázunk egy picikét, és utána, mint magánember szeretnélek téged bemutatni, hogy azért egy hivatalvezető is ember van, humora, ő is csinál földi dolgokat, és nem egész nap öltönyben van. Szakmázunk egy picikét, az lenne a kérdésem, hogyha valaki a tévénézők közül felkeresi járási hivatalt, akkor mit tudott elintézni, milyen ügyekkel fordulhat hozzátok felétek? 2013. január 1-ével alakultak meg Magyarországon a járások újra. Uh-huh. 83. decemberében megszűntek, de aztán újra megalakultak. És 198 járással le van fedve az ország. Ebből most 197 van, időközben egy megfeleződött is a szomszédos járásokba olvad be. Hogy is mondjam, az elsőfokú ügyek intézése zajlik nálunk, hatósági ügyek tekintetében. A korábbi jegyzői hatáskörben lévő hatósági ügytípusok nagy része átkerült, de ezek mellett jelenleg a foglalkoztatási ügyekben, foglalkoztatási osztályban tudunk segíteni a hozzánk betérő ügyfeleknek. A népegészségügyi feladatokat látjuk el, állategészségügy, élelmiszerbiztonsági szakembereink vannak, és ők várják a hozzánk beérkezőket. A gyámhivatali osztály található nálunk, és hát én úgy gondolom, hogy azért itt rögtön említsük meg azt, hogy a járás, mint földrajzi egység is létezik, 25 településsel. Ugye Fehérvár mellett szerencsére fehérvári járásban van két város még, abban is Polgárdi, ezen kívül pedig 22 település, nagyszerűbb települések, nagyon jó fekvésünk, nagyon jó helyen vagyunk a fehérvári járás földrajzi elhelyezkedése vonatkozásában. Én úgy gondolom, hogy egyrészt az ország közepe, másrészt pedig ez a három város, amelyet az egyik polgármester barátom jelzésére, és utána le is mértem a térképen, képzeljék el a kedves nézők is, képzeld el te is, hogy három, tehát pontosan egyenlő oldalú háromszöget alkot. Igen. Nem hittem el. Igen, nagyon érdekes dolog egyébként, de örülök neki. Úgyhogy gyakorlatilag ezek a feladatok vannak, amikkel most várjuk a kedves ügyfeleket, és nem szabad elfeledkeznünk a helyi védelmi bizottsági feladatokról sem. Ugye annak idején kormány úgy döntött, hogy a helyi védekezés, katasztrofa védelmi védekezés az a helyi védelmi bizottságokra hárul, nyilván a megyei védelmi bizottság és az országos, akár operatív törzs irányítása mellett. Úgyhogy ilyen jellegű feladataink vannak. Szerencsére itt a korábban már jól működő szervek, katasztrófa védelem, rendőrség, honvédség, mentők, büntetés végrehajtás, és remélem nem hagyok is, vízügyi igazgatóság, népegészségügyi kollégák jól összeszokottan dolgoztak együtt, úgyhogy igazából ránk, a hivatalra csak és kizárólag a koordinálás hárul, nagyszerűbb kollégák lokális és szervezeti döntései mellett tudunk együtt dolgozni. Tehát jó a csapat, hogy kiveszem a szavaidból, nagyon jó a csapat, és tényleg élvezed, ugye egy vezetőnek a feladata azért nehéz, nagyon komoly döntéseket kell meghozni, neked kell felvállalni minden konfliktust, ugye, hiszen te vagy a vezető. Azért ez nagyon-nagyon embert próbáló fizikailag is, és szellemileg, lelkileg is mindenképpen. De úgy látom, hogy ezt te örömmel csinálod, és tényleg nagyon jól veszed az akadályokat. Örülök, hogy így látod, de a kérdésedben benn volt a válasz is, a csapat nagyon jó. Ténylegesen olyan városi más szervezetek kollégáival, vezetőivel dolgozunk együtt, abszolút mellérendelt viszonyban, hogy itt nagyon, nagyon könnyű dolgunk van, nagyon vezetőtársaim vannak és nagyon jó kollektívánk van. Én úgy gondolom, hogy a város kezdetektől fogva Székesfehérvár megyei város, ugye önkormányzat, a polgármesteri hivatala, a jegyzőúrék csapatával mindig mellettünk álltak, és
kölcsönösen együtt gondolkodva segítjük az itt élők hatósági ügyekbeli problémáit, és nem szabad megfeledkezni a 24 másik település vezetőiről, az ottani képviselőtestületekről sem, mert ők is mindent beleadtak az elmúlt években. Nagyon-nagyon jó viszony van. Többüket ismertem már korábban is, úgyhogy nagyon könnyű dolgunk volt. Az ismerkedés az nagyon flottó ment, és itt a bevezetőben, amit elmondtál, a karót nyert, és mindenféle szigorral megáldott ember, hát ezt azért egy nagyon hamar le tudom vetközni, akár már otthon is, akár pedig hát a munkáján és a kollégáim úgy ismernek. Persze, hogy persze. Meg tudunk beszélni minden. A lényeg az az, hogy ha valaki hibázik, akkor jöjjön, minél hamarabb jelezze a hibát, és akkor a kollégáimmal együtt minél zökkenőmentesebben, úgy, hogy az állampolgár joggai ne sérüljenek, kiavítjuk a hibát. Természetesen emberek dolgoznak nálunk is, ha véletlenül hiba van. Akkor azon vagyunk, hogy oldjuk meg, és utána mindenki a jogszabályi keretek között kapja meg a megfelelő döntést, határozatot, végzést. Előfordul persze, hogy hibázunk. Menjünk vissza az időben, gyerekkorba. Gyerekkorodban te milyen gyerek? Jó gyerek voltál, rossz gyerek voltál? Ugye úgy képzelünk el, ugye, mint az elején mondtam, én sztereotipizálva a hivatal vezetőt, hogy otthon kisgyerekként már elővetted a írólapot, iktattál már, tolbamondást írtál önszorgalmulag, már akkor is apukádnak az öltönyeit kivetted a szekrényből. Ezzel szemben milyen voltál gyereknek? Ilyen vagy azért teljesen más? Hát édesanyám jó voltából, vasalt nadrágban jártam az iskolában, 70-es éveknél tartunk körülbelül, és hát inget hordtam legtöbbször, hogy akkor még talán ez volt a... Soliba. Igen, ez volt a divat, és hát természetesen nem szabad megfeledkeznünk, az akkor még kötelező köpenyről. Kék köpeny, indigó kék köpeny, amelyen, ha van, jól emlékszem, akár egy nagyon kis állatmatrica volt. Igen, nekem ilyen süni is volt, én is emlékszem. Nem is tudom, hogy mi volt nálam, de mackó szerűség, de nagyon-nagyon tetszett. Hát szovjet barátság alapján csak mackó lehetett egyébként, igen, abban az időben mi van, és a Misa. Volt több lehetőség, de én úgy gondolom, hogy ez nem volt rossz, tehát akkor időszakban ez teljesen megszokott volt. A mostani gyermekeinek, ha ezt elmondjuk, akkor lehet, hogy kacagásba törnek ki, hogy az iskolában... Jobb esetben. Igen, nem mentünk el. A kérdésedre válaszolva, én úgy gondolom, hogy egy átlagos jó gyerek voltam, és hát van neveltetésem fakadóan, de nyilván elvárásokkal bírtak a szüleim irányomban, és hát a vízivárosi általános iskola 7 osztályát végeztem el, mert hogy korábban egy másik iskolában voltam, elsősorban a Felsővárosban. Felsővárosban. És utána a másodikba kerültem el. Tehát sikerült elvégezni, nem azért lehetett, mert... Hol a nyolcadik, hova tűnt? Hanem azért, mert hogy az elsőt azt egy másik iskolában kezdtünk, és utána költöztünk oda a akkori Benke Ferenc, most a Sarló utcába, és ott végeztem el az iskolákat. Hugom is ott kezdte el az iskolát, úgyhogy körülbelül, ha jól emlékszem, 15-20 méterre laktunk az iskola bejáratától. A házunknak a helycsok irányta az oda vezetett, úgyhogy rendkívül kényelmes volt. És jó tanultál egyébként? Ebből következik, hogy mindig mi értünk be utoljára. Mert tehát hát nyilván laktunk. Ez mindig így van. Igen, jó tanuló voltam. Utána középiskola, gondolom, Teleki következett. Szintén egy erős. Viszonylag az is közel helyezkedett el, úgyhogy már kerékpárral sikerült közlekedni és járni. Ott is mindig az utolsó percekben értünk be, hát a közelség ugye, az volt az oka, de akkor szigorúan vették a Telekiba a késéseket, de azért az utolsó 50-100 métert, hogyha az ember megtekerte, és akkor még nem feltétlenül kellett a kerékpárt lezárni, hanem gyorsan elhelyeztük valahova, és be tudtunk futni. Sputnikot letetted, és mérte csöngetés. Az egy kempingkerék, egy barna kempingkerék. Jaj, de jó, az a kitámasztós. Kitámasztós volt, és nagyon kis helyen elfért, úgyhogy a házunkban is könnyen tudtam tárolni a tárolóhelyiségben, úgyhogy ez következik. És a gimiben is megmaradt még ez a jó tanulóság. Igen. Egyébként, tehát vitted ugyanezt tovább. Igen. A gimiben volt esetleg több lehetőség, vagy akkor már tudtad, inkább úgy kérdezem, hogy ilyen hivatali vonalon szeretnél mozogni, vagy volt az egy többféle opció? Többféle opció volt, de ott a vége felé már rajzolódott ki tekintettel arra, hogy édesanyám aztán nem sokkal utána a gimnáziumba befejezés után a foglalkoztatási osztály helyezkedett el, ott dolgozott, és akkor megtetszett akkor még köztisztviselőség, majd a változtak a elnevezések, akkor köztisztviselőnek hívták őket, és akkor beláttam az ő munkájában,
mesélt róla, mesélt arról, még boldogan, hogy az ügyfeleknek tudtak kollégáival segíteni, és ez micsoda örömmel töltötte el őket, és valahogy megtetszett ez. Édesapám videótonos volt a kezdetektől fogva, nyilván az is egy másik világ volt, többször ben voltam nála, és a kollégáim mindig simogatták a fejemet általános iskolában, amikor a gyárlátogatáson voltunk, hogy akkor várnak majd szeretettel. Az első diplomám mérnök lett, tehát végül is akár valamilyen szintünk közel ehhez. Nem is tudtam, hogy te mérnök is vagy. Igen, az első diplomám lett. De aztán végül is maradt az emberek segítése, úgyhogy nem áttételesen valamilyen produktum által, hogy valamilyen terméket előállítva és úgy tesszük őket boldogá vagy elégedetté, hanem itt maradt a közigazgatás, édesanyám indítatása révén. Én úgy gondolom, hogy az a fajta pár év, amit ott ugye még a tanulmányai mellett az ő elmondásaival töltöttem, az úgy megalapozta ezt az egész jövőt, de a családban mások is voltak, akik a közigazgatásban dolgoztak, és ők is hasonlóan szépen beszéltek a munkájukról, és még egyszer itt is az maradt meg, hogy a segítség, az emberek szolgálata, ha ez áttételes és egy ügy elintézése folytán, akkor is én úgy gondolom, hogy az ő örömök az egyben a milyen kis a kollégákkal együtt. Tehát először lettél mérnök, és utána pedig akkor államigazgatási főiskola, igen, hogyha jól tippelek, így van, a Közgazdaságtudományi és Államigazgatástudományi Egyetem keretein belül lettem igazgatás szervező, ez a másoddiplomás képzésen, és ez indított aztán el utána a jegyzői, majd később a hivatalvezetői pályámon. Igen. Előtte a földhivatalban kezdtem, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy már ott is ez a terület, mérnöki terület is közel állt a közigazgatáshoz, hiszen az is a közigazgatás egy részeleme volt, mint földhivatal. Aztán most már ő is, a földhivatal is a kormányhivatal berkein belül működik. Egy időben nálunk volt egyébként a járási hivatalnál. Nagyon szerettem őket, régi kollégák, akikkel együtt kezdtünk, szerencsére ott voltak, még nem mentek el nyugdíjba, persze, nem váltottak munkahelyet. Itt is látszik, hogy azért a körülöttünk dolgozók életpályának tekintik a közigazgatást, nem egy-két évet vannak itt, hanem gyakorlatilag évtizedeket. Igen, én is úgy látom, ezt szerettem volna mondani, hogy aki ott elkezdi, általában ott is fejezi be a karrierjét, tehát tényleg életpályaként tekintenek erre. Ez nagyon, ez nagyon jó hallani tőled is, hogy neked is vannak ilyen ismerősök, és egy is ilyeneket hallasz. Pontosan ez a cél egyébként az elmúlt években, mondjuk egy közigazgatási életpálya modellt hozzanak létre, és én úgy gondolom, hogy a most hozzánk érkező fiatalok, akik a tanulmányokat befejezték, már tulajdonképpen teljesen ki tudnak bontakozni emellett az életpálya modell mellett. Itt a járulékok, az egyéb jutatások is ezt mutatják, hogy ez a cél. Persze. Hogy telik egy átlagos napod, egy átlagos hétköznapod? Mikortól indul, meddig tart? Most szabadságon vagyok, úgyhogy ez egy olyan kellemes. Igen. Ne erről beszéljünk, mert most azért később indult, bár a gyerekek összekészítésénél azért segítettem a feleségemnek, de vállaltam, hogy ő viszi őket reggel. Egyébként én imádom őket vinni. Tehát persze, én azt tudom, beszélünk a gyerekekről is mindenképpen. Találkoztunk is többször egyébként. Persze, rendezvényeken. De egyébként akkor reggel az otthoni közös reggeli. Igen, hát viszonylag korán kell, hogy nyilván itt a 6-kor a gyárban kezdőkhöz képest nem, de azért viszonylag korán ébredünk, mi is 3-4-6 magasságában. Aztán utána egy gyors reggeli összekészülődés, és utána indulunk a gyerekekkel az óvodába, iskolába, és hát ez egy óriási dolog, mert akkor fel tudok töltődni. Rendkívül sokat beszélgetünk az aznapi indítással, hogy mik a terveik. Hány gyerek van nálad, négy, mondjuk négy gyerekünk van, és azért... hát ebből 3 még olyan, aki aktívan kísérendő. Igen. Munkácsi általános iskola az első megálló, majd utána a Tolnai úti, a Munkácsinek 2 gyermekemet rakom ki, és utána pedig a Tolnai úti óvoda a második. Hát ugye a legnagyobb fiú már tovább érettségizett, úgyhogy ő már nem igényli az elvitelt és a kísérletet. És ő mi lesz? Tovább tanult? Tovább tanult, és hát most itt hazabeszélek a ti irányotokba, sportriporter képzésre jár, úgyhogy elképzelhető, hogy előbb-utóbb a másik oldalon majd találkozunk. Köszönöm én is vele. Remélhetőleg, persze, hogy ez a pályai iránya, ez megmarad, és tetszeni fog, nagyon szépen beszélt, és én a barátaival korábban már érdeklődtem, hogy mi ez a
érdeklődést nála, és ők megerősítették, hogy ez helytálló, és azóta nyugodtan konstatáltam, hogy nem mondtad egyébként, hogy kisfiam tanulja valami rendes, normális szakmát? Nem, mert semmiképpen. Mert általában, hogy aki média világa felé veszi az jelent, vagy kacsingat, mindig mondja, legyen egy rendes szakmád, mellette meg csatott hobbiként, és ha ebből majd meg tudsz élni, akkor nyergelj át erre. Tehát nálam nem volt ilyen. Nem mondtam ilyet, tekintettel arra, hogy több kollégátokat is jól ismerem, minden a tévéből és a Vörös Marti Rádióban, és láttam, hogy kiegyensúlyozottak, nyugodtak vagytok, és boldogan éljétek az életeteket, ezért úgy látom, hogy ez egy olyan terület, és remélem, hogy itt kifele menet a operatőr kollégák nem fogják megnincsen, mert nyilván az anyagi hátteret azt én nem tudhatom, de ez egy olyan terület, ami hát vonzó marad az ő számára is. És hát gyakorlatilag visszatérve ugye a gyermekek intézményi elhelyezése után pedig ugye kezdődik a munka, de mondom, ez a reggeli 4 óra 20 perc az olyan szinten feltölt engem, hogy az egész napra kitart, úgyhogy nyugodtan jöhetnek az ügyfelek, akiknek kisebb-nagyobb problémájuk van, a csapattal megpróbálunk segíteni nekik. Délután pedig, ha az idő úgy engedi, és esetleges értekezetek vagy továbbképzések nincsenek, akkor pedig a visszafelé történő összeszedésük következik. Ott a téma az aznap történtek. Én úgy gondolom, ennyi évesen már is a barátaim elmondásaiból okulva, hogy ezek a gyerekekkel eltöltött negyed órák, akár negyed órák, nagyon ilyen szinten nagyon fontos. Nagyon. És olyan információkat tudunk meg tőlük, és osztanak meg velünk, amelyek előrevetítik azt, hogy a későbbiekben majd a nagyobb problémáikat is megosztják, és kikérik a véleményünket, bizalommal fordulnak. Nagyon fontos. Hazaértek, utána hazaérünk, akkor gyakorlatilag megkezdődik a délután. Ez egy pár éve családi házat sikerült építenünk itt a csok segítségével, a támogatás segítségével, hogy ennyi gyermekre ki tudtuk használni, és hát életünk legjobb döntése volt. Persze. Én próbáltam kardoskodni, hogy maradjunk a belvárosban egy lakásban, aminek egy viszonylag nagyobb erkélye van, és mondjuk 4-5 muskát lisláda elfér. És tudsz még teregetni is esetleg. És esetleg ki? A feleségemnek tudok segíteni teregetni. Igen. De hát mint minden családban, ugye a kis és nagy dolgokban is a feleségek döntenek. A feleségem indított el minket arra, hogy egy telken építsünk egy családi házat, úgyhogy a város széle környékén építettünk egy családi házat, amelyet abszolút nem bántam meg, sőt a legboldogabb kertész vagyok. Hát, ezt akartam, fűnyírozó, kapászásról, minden? Igen, a színem az annak köszönhető, a barnaság, hogy rendkívül sokat töltünk a gyermekekkel a kertben, és ami nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a gyerekek is ugyanúgy élvezik a kerti munkát. Miket termesztetek egyébként? Mik vannak? Paradicsom, paprika? Nagyon jó, amit mondtál, paradicsom, paprika, uborka, néhány szőlőt is tettünk már el, hogy legyen a gyerekeknek, és hát nem utolsó sorban piros gyümölcsöket, ribizlit, málnát. Hú, de jók! Úgyhogy tettünk egrest is, ami ugye csak picit piros, de nagyon finom, és hát most tervezzük azt, hogy majd még további csemege szőlőt ültetünk, mert amiket eddig raktunk, az nem olyan csemege fajta, de van hely, úgyhogy tudunk rakni, és hát természetesen a családi házaknál elmaradhatatlan örökzöldek, a tuja és a tiszafa is jelen van, amelyet nagy gondossággal permetezünk is, mert hát sajnos ebben az időszakban, amit most élünk meg, hát hogy is mondjam csak, egy picit úgy szeretném fogalmazni, hogy egy 10-20 évvel korábban megvan ez a lehetőségem, akkor sokkal szebb kertet tudnék varázsolni, mert most nagyon sok energia elmegy a kártevők miatt, ugye a felmelegedés miatt, Így van, délről feljövő kártevők miatt, a permetezéssel, és ez tényleg sok energia. Egyelőre csinálom én, szeretem csinálni, és az nagyon tetszik, hogy a gyermekek segítenek. No, nem a permetezésben természetesen, akkor nagyon szigorú szabályok vannak nálunk, mert rögtön akkor be kell menni, és két napig a közelébe sem mehetnek a növényeknek, de természetesen a fűnyírásban és a ilyen egyéb kerti dolgokban, gerebézésben, locsolásban nagyon sokat segítenek. A legkisebb a 4 éves imád locsolni, öntözni. Ez az nagyon jó játék. Megtanítottam számolni, 20-ig kell, és utána megy tovább a öntözése. Ez két okból jó, mert a kézmosásnál is ezt a most még egyelőre. 3,5 egyébként. Párod mivel foglalkozik? Otthon van a gyerekekkel? Dolgozik? Dolgozik. Visszament ő is dolgozni, és fején találta a szöget, mert ő is a közigazgatásban dolgozik. Na. Úgyhogy van közös téma otthon. Elképzeltek egy családi ebédet. Vannak műről. Olyan ügyek, amiket olyat, azért név nélkül természetesen, de a probléma jellegét általánosságban azért megbeszéljük, hát ha valamelyikünk már találkozott. Persze. Én is voltam korábban jegyző, tehát azért néhány dolgot láttam. Persze. Meg szoktuk beszélni, illetve hát ő a járás alkotó 25 település egyikén, ugye a háromnál, mert a jegyző három településen, az egyiken pedig ugye viszi a jegyzői feladatokat.
Uh-huh. Úgyhogy mind a három település egyébként nálunk van a járásnál, úgyhogy a visszajelzések. Akkor te vagy a feleséged főnöke, mondhatjuk ezt, hát igaz? Ezt azért én nem mondanám. Vagy nem mered mondani. Semmiképpen nem merem mondani, hát a visszanézés az adásra, hogy lebukjak, és akkor jól lesz nekem. Hát, tehát a lényeg az, hogy meg tudunk beszélni nagyon sok mindent. Uh-huh. Nekem egy visszajelzés is, mert hogyha valamilyen szakmai jellegű kérés, feladat megy az ő irányokban tőlünk, a kollégáim részéről, akkor vissza tud jelezni, hogy ez egyértelmű volt, exakt volt, a határidő az elegendő volt-e azoknak az adatoknak az összegyűjtésére, uh-huh. úgyhogy így nekem rögtön olyan visszajelzésem van, amit a kollégáim nem is sejtenek. Uh-huh. De biztos, hogy sejtenek, de hát most persze, persze. Azért rengeteget dolgozom, nagyon nagy a felelősség rajta. Gyerekeket nagyon szeretjük, de azért négy gyerek, mégiscsak négy gyerek, tehát vannak azért intézendő dolgok. Fontos, hogy kikapcsolódjon az ember. Hogy szoktál kikapcsolódni? Miket szoktál csinálni szabad időkben? Amennyi van? Hát három nagy hobbim van. Uh-huh. A vadászat, a horgászat és az ulti. Az ulti az minden héten egy nap. Van ulti parti? Van ulti parti, partnerekkel, ulti partnerekkel játszott egy fix társaság. Szeretném leszögezni, hogy nem pénzre játszunk. Igen, gondoltam. Pénzre játszunk, de úgy pénzre, hogy egy ibrikben van a 1-2-5 forintos, és akkor gyakorlatilag a játék este végén mindegyik pénz érme visszakerül az ibrikbe, és onnan folytatjuk. Természetesen vannak azért olyan pillanatok, amikor ugye valakit sikerül megkapasztani, ez jó érzés, de abban a pillanatban már mondjuk is, hogy akkor vegyen magának újabb. De végrehajtásra nem kerül. Nyit, nem, semmiképpen nem. Ez egy játék barátokkal, és még egyszer mondom, hogy pusztán az ulti hagyománya miatt persze. kellenek ezek az érmék, amik a zsetonnak is mondhatjuk, de nem pénzre játszunk. Én úgy gondolom, egy nagyon jó kikapcsolódás, nagyon szép hagyományokkal rendelkező magyar. Részben magyar játék, hogy nem magyar területen. Persze. Horgászat, sporthorgászat, vagy el is viszed a halat? Nem húshorgász a család, uh-huh. de azért tekintettel arra, hogy van lehetőség arra, hiszen azokkal a bérletekkel, amikkel rendelkezünk, abban van némi elviteli lehetőség. Igen. Ezért, hogyha olyan jellegű halat fogunk, és olyan méretes halat, ami alkalmas arra, hogy esetleg egyszer-egyszer egy családi ebéd, vagy egy szilveszer környéki, karácsony környéki ebéd, vagy egy névnap, születésnapon egy halétel kikerül belőle, akkor néha elvisszük, persze. de nem olyan szeretjük pucolni. Hát csodálom. El tudjuk végezni a feladatot. Ha. Pont tegnapi nap folyamán egyébként a Barnabás fia, amely nagyon szép pontyot fogott, úgyhogy az majd a héten kerül kisütésre. Ezt nem szeretjük elfogyasztani, hanem frissen egy-két napon belül. Akkor de szeretitek alatt? Nagyon, magát. Szerencsére nagyon. Nagyon. Én is elélnék azon egyébként. Nagyon örülök annak, amikor Lévai Ferenc úrék gondoskodnak a halfogyasztás miatt, és annak pozitív előnyeit kiemelve, én is úgy gondolom, hogy azok az omega-3, omega-6 zsírsavok, amikkel rendelkezik a halhús, az nagyon fontos a gyermekeink egészsége érdekében. Persze. Nem biztos, hogy ilyen kapszulákat kell bevenni. A megfelelő táplálkozás sokkal fontosabb. Így van. Meg a vadászatot mondtad még, azt nem tudtam. Ott is ez az elv, hogy azért a jó minőségű, ellenőrzött, kontrollált vad húsfogyasztása az olyan, nagyon sok olyan ásványanyagot be tud vinni a gyermekeink persze. szervezetébe, és szerencsére szeretik a vadhúst is, nem válogatósak. Ja, itt, sem, jó itt sem a húsért vadászunk, hanem nyilván a csöndért, az erdő zúgásáért, vagy egy fácánvadászaton az a séta, meg tehát kilométerek, a természet szépsége, az ugyanúgy fel tudja tölteni az embert. Nem ez a lényeg. De a legnagyobb hobbi az gyakorlatilag a horgászat marad. Ott eltölteni napokat, éjszakát, egy éjszakát, az egy nagyon-nagyon szép dolog a családdal. Biztos. És szerencsére a gyermekeim is szeretnek illeni a természetbe, ott tudunk aludni, vagy sátorban, vagy a gépjárművünkben szoktunk megágyazni hátul, és az üléseket úgy be tudjuk dönteni kombi autóba, és ott nagyon jókat lehet aludni, a levegő jó lehűl nyáron is a természet. Ez egy nagyon szép dolog. Reggel aztán fölébredve, még reggel egy-két órát megnézni, mit tud adni a tó, és aztán utána hazajönni, és rendkívül sok élménnyel gazdagodva, utána a gyerekek tudják mesélni az osztálytársaiknak, hogy ők hol voltak. Így van. Találkoztam már sokszor városi rendezvényeken, vidéki rendezvényeken, én is ott voltam a gyerekek, te is voltál, és akkor tényleg te is én tipikus apuka vagy, nem öltönyben, hanem tényleg rendes polgári viseletben, ugyanúgy itatod a gyereket, ugyanúgy adod neki a kaját, mondod a feleségednek, hogy drágám, én átveszem, viszem, cipelem őket, tehát tényleg ez is egy példa arra, hogy ti is ugyanúgy olyan emberek vagytok, és ugyanúgy viselkedtek a magánéletben természetesen, mint mi. Igen, ez így van, jól látod.
a város rendezvényei olyan minőségiek, olyannyira színvonalasak, hogy nekünk nem kell menni sehova. Tehát nem kell keresni országban más programokat. Igen. Itt megtalálunk mindent, fel tudunk töltődni, akár a színháztól, a baletten keresztül, és azokon a városi rendezvényeinkkel, amelyek ingyenesek, és a család minden tagját kiszolgálják. Természetesen a gyerekrendezvényeseket, a rendezvényeket a előbb említett gyerekszám miatt előnyben részesítjük, és ott mindig aktívan részt veszünk, és mi is hát, jól érezzük magunkat a feleségemmel. Nagyon fontos adáson kívül, illetve amikor telefonon beszéltünk, hogy meghívnának ebbe a műsorba, beszélgettünk a városról, nyilván ugye mind a ketten itt élünk, mind a ketten a városért dolgozunk, tevékenykedünk, hogy én szerettem a szavidból, neked nagyon fontos Fehérvár. Tehát tényleg olyan pátosszal beszéltél Fehérvárról, hogy nagyon ritkán hallani ilyet. Tényleg tudom, rengeteg ember szereti a város, de te annyira beleélted magad a városba, hogy olyan jó, úgy szeretem, a belváros, a jégkorong, hogy tök jó volt hallgatni ezt. Örülök neki, ez így van. Ha egy szóval szeretném elmondani, mit érzek, Székesfehérvár, a szülővárosom irányában, az imádom. Uh-huh. Tényleg a szószós értelme imádom. 71 óta itt élek, én soha nem is terveztem, hogy máshol telepedjek le, vagy éljek. A tanulmányom is ide kötnek. Annyi mindent adott nekem ez a város már, és családomnak is, hogy én innentől fogva, hogy jó néhány éve már csak vissza szeretnék neki adni. És az a munka, amit a kollégáimmal együtt folytatunk, hogy azok a hazai vagy európai uniós pályázatok minden nagyobb részben beépüljenek ide, nem csak Fehérvárra, hanem a környező 25 települése, hiszen Fehérvár nem csak Fehérvár, hanem hogy a járás révén, a vonzás körzetével együtt egy járás, egy kisebb régió. Azért dolgozunk, hogy itt egy kicsit önzően azt mondom, hogy nekünk is, de legfőképpen a gyermekeinknek sokkal jobb legyen, most a sokkal jobb, nyilván a kor adta a lehetőségekhez képest, és nem szabad elfelejteni a múltunkat, tehát amit a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink itt élve és itt az ő lehetőségeikhez képest megteremtettek, azt óvni, vigyázni, azokat a régészeti örökségvédelmi emlékeket megtartani, és hát azokat a termékeket, amiket ők itt előállítottak, mindenféle téren azt megőrizve átadni majd a gyermekeinknek is, reméljük, ők is úgy éreznek majd, mint mi, hiszen az én baráti köröm nagy része fehérvári, és gyakorlatilag ugyanúgy gondolkodik, ahogy én, talán a barátság is ezért ilyen erős. Nagyon fontos. Imádjuk a várost, és jó itt az épületek között sétálni, minden épület nyújt valamit a múltból, egy emléket, akár rossz, hogy akár, jó, nyilván rossz, akkor feldolgozott emléket már, de akár egy pozitív dolgot, egy randi helyet, egy jó kikapcsolódást a haverokkal, egy jó ulti helyszínét a gyerekekkel, egy első szót, ahol kimondta a fiam mondjuk az apa. Így van. Amit lehet, hogy félrehallottam, mert anya volt, de hát apának lehetett hallani. De apának kell, persze. De nagyon szeretem a várost, tényleg jól látod, és jó, hogy így ismertek. Imádom Fehérvárt. Amikor kirándulunk valahol és jövünk vissza, akkor amikor meglátom a Fehérvárt, már a Fehér megye támánál jobban. Olyan jó visszajönni. Én is mindig ezt mondom, visszajöttem nyarásba, tök jó volt, de beértünk Fehérvárra, és pont múltkor mondtam páromnak, beértünk a városba, annyira jó. Komolyan. Talán három a kedvem színe is erről árulkodik. Igen, három napot voltunk mi is távol, és bejöttünk a városba, és annyira nyugodt lesz az ember, hogy ott hazajöttem. Erről tényleg ezt lehet mondani. A jégkorongot említetted valóban. Igen. Nagy sportrajongók vagyunk, szeretjük a jégkorongot, a foci meccseket, a kosármeccseket, kézi meccseket, feltöltődünk, imádunk szurkolni, ott jól ki lehet engedni a gőzt, amikor a csapatot biztatjuk. Természetesen a biztatáson van a hangsúly, nem az elve célnak a sértéséről, így próbálom a gyerekeket is nevelni. Hát aztán néha a hazai B közép ugye magával rend minket, és akkor néha azért szerencsétlen bírót is szidjuk ebből a ítéletnél, de hát azért. Hát a jégkorong nagy szerelem, és talán a hobbikhoz most már hozzá tudom azt is sorolni, hogy előbb hármat említettem, most már az út után megjelent gyermekkoromban a Velencei tavon és a befagyott Vidámparki tavon sokat korcsolyáztunk, ha tetszik, jégkorongoztunk, bár hát azért nyilván azt nem lehetett annak nevezni, mert azért mi nem voltunk olyan ügyesek, mint a kicsit későbbi generáció, Ocska és Palkovics páros és a többiek, de szerettük a játékot, és most a tűzoltó barátaim jóvoltából elkezdtük ezt űzni hobbi szinten a jégpályán, nem kevés veszéllyel, úgyhogy ha mindenféle védőfelszerelést be kellett szerezni, mert ott egy esés az nálunk azért jó néhány hónap táppénzt jelentene, hát úgyhogy vigyázunk. Nagyon tetszik, és itt megtanultam azt, hogy a pályán küzdő sportolóknak mennyire nehéz. Tehát mi, amikor a nézőként azt látjuk, hogy hova kellene passzolni a korongot, hát az a rend a jéget, az nem olyan könnyű, főleg, hogyha ugye mi egymásnak nem megyünk neki, testi kontakt nincsen, de ott a pályán például az ellenfél még fel is lökhet, úgyhogy ez teljesen máshogy látom én már ezt így, de a játék szeretete megmarad, így vagyok a focival, a kosárlabdával és a kézilabdával is,
rendkívül sok sport lehetőséget nyújt. De ne felejtsük el az amerikai foci lehetőségét most már. Itt vannak a pólósaink, úgyhogy itt Fehérváron mindent meg lehet találni. Ez így van, és maradjon, és így Norbi, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget neked. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak önök legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.